Az UNESCO 1984-ben nemzetközi műemlékvédelmi világnappá nyilvánította április 18-át. Pataki Katalin múzeológus korában egy évet töltött Németországban, ahol örökségvédelemmel foglalkozott. Azt mondja, az ottani és az itthoni munka sokban hasonlít egymásra, hiszen a cél az épített örökségek, műtárgyak megőrzése, ugyanakkor különbözik is. Egyrészt elmondhatjuk azt, hogy az anyagi viszonyok azért tükröződnek, tehát ott a műemlékek állapota azért jobbnak mondható. Én az észak-rajna-vesztfáliai területen voltam. Ez ugye a Ruhrvidéket is magába foglalja, tehát egy nagyipari területet. Tehát ezen a környéken például egy vasutas lakótelep, vagy egy gyár, egy bánya épület együttese épp úgy műemlék lehet, mint egy barokk kastély. Ez Magyarországon talán még nem ennyire egyértelmű. Hozzátette, Németországban sok fiatal önkéntessel találkozott munkája során, de büszke arra, hogy 60-ban mintegy 20 nyugdíjas segíti a munkájukat a Hatvani Lajos Múzeumban, akik fiatalokat megszégyenítő módon elképesztő lelkesedéssel dolgoznak.